Milyen tisztelt hölgyeim és uraim, kedves emlékezők! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepségünkön. Kérem Önöket, hogy ünnepségünk elején a Csolyospálosi Tamburás Együttes közreműködésével énekeljük el közösen nemzeti énekeinket, a magyar és a székely himnusz. Tisztelettel köszöntöm a Magyar Parlament alelnökét, Lezsák Sándor országgyűlési képviselő urat. Lenkei Róbertet, a Bács-Kiskun megyei közgyűlés tagját.
Szólyospáros község polgármesterét, Áfúrus János. A Nárás településének polgármestereit, a helyi önkormányzat képviselőtestületének tagjait. Tisztelettel köszöntöm a megjelent Csólyospálosi polgárokat, az általános iskola pedagógusai, diákjait, és mindazokat, akik eljöttek az ünnepi megemlékezésre. Megkérem polgármester urat, röviden köszöntse az egybegyűlteket. Tisztelt hölgyek, urak, értem a célzást, a röviden szón volt a hangsúly. Igyekezni fogok megfelelni ezeknek a követelménynek. Amikor elnök úr jött be, és elfoglalta a helyét, akkor szinte néma csönd volt. És az jött eszembe, hogy amikor kisdiák voltam általános iskolában, akkor mindig így vártok a pedagógusokat. Hát elnök úr biztos megszokta ezt, hiszen ő is pedagógus volt, és még most is az. Kedves barátaim, kedves ünneplő közönség, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket még egyszer, én is itt Csólyospároson, a Csólyospási közösségünk házában. Múlt pénteken a parlamentbe jártam, és Kövér László házelnök úr úgy üdvözölt bennünket, hogy itt szeretettel lát mindenkit a nemzetek házában. Annyira megtetszett ez a kifejezés, hogy a nemzetek házában, és eltaláltam, kigondoltam hazafelé évet, hogy itt Csólyospáson akkor én a mi kis közösségünk, a csólyosi közösségnek a házába köszöntöm Önöket. Olyan ünnepet élünk ma, amire azt gondolom, hogy ha valahol magyar ember él a világon, akkor biztos, hogy megdobban a szíve, hiszen ez az az esemény, amelyre talán a világon mindenki, minden magyar ember különösebb vita nélkül gondol és emlékezik. Kedves ünneplők, ha már szóba jött Lezsák Sándor, aki országgyűlési képviselőnk, és egyben a Magyar Parlament alelnöke is, akkor engedjék meg, hogy nagyon röviden néhány szót a mi kapcsolatunkról mondjak Önöknek. Bizonyára a helyi sajtóból már értesültek róla, hogy Csólyospáros nyert 3,5 millió forintot könyvtár berendezésre. És amikor hírét vettük ennek a dolognak, akkor átolvastuk a dokumentumot, hogy megítélték nekünk ezt a 3,5 millió forintot. Ott azt szerepelt, hogy a könyvtárunkat viszont cserébe 60 négyzetméterrel meg kell növelni az alapterületét. Hát kicsit megijedtünk, hiszen gondoltuk, hogy ez nem kevés pénzbe kerül. És hát én írtam egy levelet az országos képviselőnek, Lezsák Sándor úrnak, amiben kértem, hogy segítse Csólyospárost azzal, hogy valamilyen módon a kormánytól kér nekünk 32 millió forintot. Kérem szépen, november elején megszületett a kormány döntés, a Magyar Közlönyben is megjelent, hogy Csólyospáros önkormányzata könyvtár bővítésre, felújításra, renoválásra kap 32 millió forintot. Én akkor írtam egy levelet elnök úrnak, amely megköszöntem a segítségét, de most, hogy itt vagyunk, Csólyospárosiak, és ő is itt van, úgy gondolom, hogy célszerű és kívánatos, hogy itt most mindenjük előtt, Csólyospárosok előtt ezt a segítséget megköszönjem. Magyarország költségvetésében 32 millió forint, azt gondolom, hogy csepp a tengerbe, de egy ilyen kis önkormányzat, mint Csólyospáros, hát nekünk ez nagyon nagy szó és nagyon nagy dolog. Aki esetleg járt a központ felé, az látta, hogy már állnak a falak, tehát gőzerővel építjük a könyvtárat, és augusztus végén bízom benne, hogy legalább ennyien ott leszünk majd az avató ünnepségen is. És ha a Lezsák Sándornál tartunk, akkor még egy gondolat engedjenek meg. Én azt gondolom, hogy én vagyok az első Csólyospárosom, aki gratulálhat a elnök úrnak, ugyanis néhány nappal ezelőtt a Vigadóban József Attila díjat vehetett el át való miniszter úrtól,
az irodalmi munkásságáért, úgyhogy ezért is gratulálunk. Igaz, hogy azt kérte a műsorvezető, hogy rövid legyek, de március 17-ével kapcsolatban van még egy nagyon jó hír, amit nem bírok ki, hogy ne osszak meg önökkel, mert talán sokan nem tudják. Van nekünk egy testvértelepülésünk Erdélyben, úgy hívják, hogy Bardoz, és onnan származik egy fiatal ember, Tókos Adillának hívják, aki szintén a Vigadóba vett át egy harangozó Gyula díjat méghozzá néhány nappal ezelőtt, ha jól tudom, 13-án. Tókos Attiláról azt kell tudni, hogy egy kiváló 33 éves néptáncművész, aki a testvér településünkről származik. Ismerem a szüleit is, ismerem Attilát, és önök is, ti is találkozhatatok már vele, hiszen néhány évvel ezelőtt a falunapon, akkor még Honvéd néptánc együttessel egy felkedkes műsort adtak. Itt Csorospároson azóta is táncol, igaz, most már egy másik nevű táncegyüttesben, de most beszéltem vele ma délután, és meg is állapodtunk, hogy ezzel az új együttessel is hamarosan tiszteletét fogja tenni Csorospároson valamennyiünk épülésére. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, hát elmondtuk, hogy kinek mit hozott március 15-e, most nézzük, hogy nekünk Csorospárosiaknak mit hoz, mit hozott. Hát egyszer biztos, hogy itt van ez a Lészen ágyú című fantáziajáték. Ezzel szerettek volna a csorospárosi fiatalok önöknek, nektek kedveskedni a forradalmi események 170. évfordulója alkalmából. Csorospárosi tehetséges fiatalok adják elő, illetve hát egy szereplője van, aki mondjuk inkább úgy mondhat, hogy régebb óta fiatal. Meg fogják látni, hogy kiről beszélek. Kérem szépen, néhány hónappal ezelőtt, amikor e falak között az időseket ünnepeltük, akkor én meghívtam a helyi néptánc együttest, akik szintén tehetséges fiatalokból állnak, és egy felgetéges műsort kaptak az időseknek, és akkor végül a műsornak, akkor odajött hozzám az egyik idős bácsi, és megkérdezte, hogy polgármester úr, nekem annyira tetszett ez a műsor, ez a gyönyörű ruhák, ez a sok fiatal. Ilyet csak eddig tévében láttam. Mondja már meg nekem, hogy volt ebbe Csorospárosi? Mondtam, Jani bátyám, legyen erős, ez mind Csorospárosi volt. Mind ettől egyik. És kérdezte az idős, hogy hát hol tudnak ezek milyen jól táncolni? És mondtam neki, hogy van két helyi fiatalunk, Kis Zolika és Dudás Bence, aki ezt hozta ki belőlük. Hát azért érdemes ilyen programot szervezni, mert a helyi emberek, hogy nem tudják, hogy mekkora értékek vannak ezen a településen, ilyenkor legalább találkoznak ezekkel a dolgokkal, produkciókkal. Valami ilyesmi érzésem volt ma is, amikor megnéztem a fiatalok főpróbáját. Én nagyon bízom benne, hogy az előadások sikeres lesz. Nagyon izgulnak. Nyilván nem lehet egy színházi előadáshoz hasonlítani ezt, hiszen a díszletek, a technika azért itt Csorospároson más, de a szívüket, lelküket beleadták, az biztos. Én nagyon szurkolok nekik, és ezt a műsort szeretnénk önöknek, nektek, kedves vendégeinknek az ünnep alkalmából átnyújtani. Fogadjátok szeretettel, és mindannyiuknak további szép estét és kellemes igazsolást kívánok. Köszönöm szépen! Kedves vendégeink, kedves gyerekek! Most következő műsorunkban nem a március 15-i eseményeket, hanem annak következményét, a szabadságharc időszakát elevenítjük fel, kiemelve Gábor Áron személyét, aki, mint tudjuk, a forradalom és szabadságharc ágyúöntője és tüzérparancsnoka volt. Gábor Áron a magyar szabadságharc erdélyi küzdelmeinek aktív részeseként vagyonát pénzét tette, hogy támogassa a szabadságharcot és a honvédseregek számára ágyúkat tudjon önteni. Részt vett az ágyúkezelő kiképzésében és őrnagyként
haláláig a Honvéd tüzéreknél szolgált. Talán Gábor Áron Ágyúinak köszönhető, hogy a magyar honvédek sikeresen verték vissza az osztrákok támadását, főleg az erdélyi hadszíntéren, de mint tudjuk, Ferenc József, a császár, segítséget kért az orosz cártól, s így a hatalmas túlerővel szemben nem volt esélyünk a végső győzelemre. Gábor Áron mindenét feláldozta a szabadságért. A hazát védve a csatamezőn vesztette életét, amikor az Uzon és Kökös közötti ütközetben 1849. július 2-án az orosz tüzérség ágyúgolyója eltalálta. Eresztevényben temették el a harcok végeztével. Emlékére 1892-ben emlékművet emeltek, a körül kopjafa erdőt állítottak, amely mára a magyarság emlékhelyévé vált. Érdekességként említeném meg, hogy a közelmúltban egy kis létszámú csólyosi küldöttség is meglátogatta ezt a helyet, és állított ott kopjafát. Másik érdekesség, hogy Gábor Áron a szabadságharc idején testvértelepülésünkön erdőfülén is öntött ágyúgolyókat. Ezen a helyszínen pedig iskolán tanulói közül már többen is jártak a testvériskolai találkozások alkalmával. Kedves emlékezők! Ünnepi műsor következik, Lészen ágyú, avagy egy székely ezermester címmel, a Csólyospálosi Általános Iskola volt és jelenlegi diákjainak előadásában. A darabban szerepet vállalt felkészítőjük is, Áfúrus János tanárnő. Közreműködnek az Általános Iskola volt és jelenlegi néptáncosai Dudás Bence irányításával. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszöntsem ennek a darabnak az íróját, Nagy Bélát körünkben. Köszönjük, hogy megtisztelte ünnepségünket. Kérem, fogadják szeretettel az amatőr színjátszó csoport fantázia játékát. Született 1824. február 17-én. Már 2 éve félnő van.
az a jóra való Ipó Izrelettel. Előtte Dénes 1820, még előtte Imre 1816. És a legelső Áron bátyák 1814. November 27-én. Jó, én vagyok a legkisebb, de én legalább itthon vagyok magának, édesanyám. Amúgy még most sem igazán éltem, mit keres Áron bátyám oldalban. Megélhetést, édeslányom, megélhetést. Ez a kisföld nem tart el ennyinket. Áron bátyám, mert kitanult pár mesterséget, most azokat használja. Asztaloskodik, aztán házakat épít, meg száraz malmokat. Azt mondják, még gépeket is szerkeszt. Akkor is így váltuk az, amikor katona volt. Azám, milyen nehezen ment el az én szegény fiam. Tanulni akart még, Somjóba járt a Ferencesekhez. Note Dalos pacsilta, melyik énekkel is búcsúztatjuk? Keseredik az az anya, kinek két fia katona, egyik tüzér, másik huszár, Pécsi kaszárnyába szúgál, Pécsi kaszárnya repegy meg, édes fiam, szabadulj meg, szabadulnék, de nem lehet, szabadulnék, de nem lehet. De hát akkor miért ment el később Imre bátyám helyett is katonára? Mert elment. Akkor már tüzér akart lenni. Tanulmányozta az ágyúöntést is. Azért ment vissza, hogy mindent megtanulni. De végül csak leszerelték. Hamarosan tiszteltek volna. Székely, tiszta császári seregben. Ezt nem hagyhatták. Egyszer majd megbánják. Egyszer még megbánják. Thank you.
Istennek te szerelem. Hát álom bátyám. Álom lépnek, álom lépnek. Jól napot, édesanyám. Álom, Jusszina, micsoda öröm. Gyertek. Jó, újra itt van. Utasd magad, te lány. Levegődtél, mióta nem láttalak. Jusszina, nagyon elfáradtatok. Egy kicsit elvezetünk. Hát szekélyre jöttek, bátyám. Azzal hát, mindenünket el kellett hozni. Nem megyünk már visszamoldva. De itthon sem maradunk sokáig. Nem maradtok gyermekeim, hát hová mennétek már megint? Hát itt nem hallották? Ide nem jutott el a hír. Minek gyermekeim? Hát a forradalomnak. Pesten forradalom volt a tavasz. Újra egész ország. Elég volt a császárból. Most még hadsereget is küld az országra, hogy eltörölje a forradalom vívmányait. Kossuth Lajos harcba hív mindenkit. Idegenből is tömegével jönnek, ha kell, szöknek haza a magyar legények. Nekem is mennem kell, hát a hasznomat veszik valahol. Te is velem így lányom. Nekem most már örökre ott a helyem, ahol árul van. Akárhová költem. Nem félsz. Hogy félek-e? Erre nem gondolok. Miénk az igazság? Féljen az, aki ellenetől. Gyere Jusztinám, segíts behurcolkodni. Egy kicsit megpihenünk, aztán két nap múlva indulunk tovább. 1848-ban álltál menni háborúba, ha úgy vagyon cédulázva, hogy elveszek a csatába. Szép meghalni a hazáért, virtus tenni a nemzetért, fölkelni a szabadságért, ontani a jó magyar vért. Tekints szabadság, ismerd meg mostan népedet, midőn más, könnyed sem meradni, mi vérrel áldozunk neked. Vagy kell-e még több, hogy áldásod ne érdemetlen szálljon ránk? E hűtlen korban mi utolsó egyetlen híveik valánk. Atya fiam, a császári csapatok szinte akadásalanul nyomulnak előre mindenfelé. A román felkelők is segítik őket. Urbán generális az összes magyar ki akarja írtani el. Buchner tábornok feltétel nélküli megadásra szólítja fel Háromszék városait. Már csak mi tartjuk a munkat? De mit tehetünk? Fegyver, lőszer, de főleg ágyú ilyen nem sok esélyünk lehet. Pedig ha Háromszék is elesik, az ellenség akadály nélkül törhet előre az alföld. Drága uram, van annak már egy hónapja is, hogy a szélesen gyűlésen magam vázoltam az ágyúöntés lehetőségét. Ugyan, államöcsém, én is ott voltam akkor. Senki nem vette azt komolyan. Most meg már. Hiszen a honvédelmi bizottmány éppen azért hívott össze népgyűlést ide, Sepsiszentgyörgyre, hogy Háromszék átadásáról döntsünk. Azt már nem! Barátaim, székek! Hallom, hogy a főtiszturak arról beszélnek, meg kell hajolnunk az ellenség előtt, mivel nincs elég muníció, nincs ágyú. Lészen ágyú, amennyi csak kell.
Nem kérek más, csak felhatalmazást arra, hogy a Filei Hámorhoz utazhassak, ott dolgozhassak és dolgoztathassak, és a mához két hétre Sepsiszentgyörgy piacán 6 ágyú nem lesz felállítva, és azokkal a próbalövésnél célt nem találok, magam állok 10 lépésnél az ágyúim elé céltáblán. De Áron, ehhez miért lehetett mások pénzt adni? Nem számít, Justinám. Aminket csak tudjuk, pénzét veszük, és ágyúkat öntünk. Ha kell, mi kettet? Ne féljen, Gábor ura. Nem maradnak egyedül. Emberek, székelyek! És mindenki az a faluljára. Ami ágyúhoz van magyarban, mind gyűjtsétek össze. Tálcák, kanalok, gyertyatartók, bármi. Úgy van! Akasszátok le a harangálbakról és a tornyokból a harangokat. Isten biztos megbocsátja, hisz a szabadságunkért tesszük. Úgy van! Ha majd győzünk, újra öntjük őket. A harang Isten szava, de gyáva nép nem érdemli meg Isten szép világát. Úgy van! Menjünk szépen! Yeah.
Hadsegéd! Hadsegéd! Parancsol, tábornok úr! Helytelenektől nem érkezett üzenet? Azóta, hogy jelentette, hogy megkezdi a támadást a székely söpredék ellen, nem jött futár. Ahogy hallom, az ágyúink jól dolgoznak. Hamarosan csend lesz. Elsöpörjük ezt a lázadó hordát. Futár jött! Az őrnagy azt jelenti, hogy páratlanul nagy ellenállásba ütköztek, de nyomulnak előre. Majd az ágyúink mindent eldöntenek. Kémeink szerint a csőcseléknek nincs ágyúja. Anélkül nincs esély. Én is úgy gondolom. Újabb utár! Mi? Azt jelenti, hogy lövik őket a székelyek. A támadás megtorpan. De hát honnan van ágyú? Ágyújuk van. No de ez nem lehet. Itt a következő futár. Hát ha többet megtört. Olvassa maga! Az őrnagy azt jelenti, hogy a székelyek ágyúzása szétválasztotta a csapat egységeket, felbomlott a rend. Kénytelen visszavonul. Visszavonul? Egy császári tiszt a paraszt csürhe ellen! Bátorkodom megjegyezni, tábornok úr, hogy ezzel az ágyú maga dolga... csak ne okoskodjon! Bár ez az ágyú dolga igaza lehet. Honnan van ágyú? Talán öntöttek kívánat. Öntöttek, de nem tudunk róla, hogy bűhelyük lenne. És esetleg a franciáktól kapták? Franciáktól? Vettetlen. Mégis. Az őrnagy is a franciákra gyanakszik ágyú ügyben. Minden esetre kénytelen volt Hídvég melletti állásait teljesen feladni, és a tartalék körletbe visszavonulni. Veszteségeink jelentősek. Ördög és pokol! Ezt még megkeserülje ez a csőcselék! Sorakoztassa a testőrséget! Mi is visszavonulunk. Mindenütt ott vala, hol szükség. Tudomásomra jutott, hogy a közelben tart főutat, és kíváncsi lettem, ki is ez az ember. Ezért is kérettem ide. De még inkább azért, hogy két dologban tájékozódjak öntől. Az egyik az erdély hadsereg állapota, a másik az orosz hadsereg mozgódás. Nos, ami az erdélyi hadsereget illeti, azzal hamar végezhetünk. Bent tábornok semmilyen lazítást sem enged, példás fegyelmet tart. A katonák elszálltak a legvégsőkig, és Petőfi is velünk volt. Igen, Petőfi. Bár több ilyen emberünk volna. Nézze! Itt egy versem. Még a télen küldte ezt a levelet, és ezt a verset a képviselőháznak. Képviselő polgár, hogy milyen nagy fontosságú lehet egy kicsin költemény, azt bizonyítja egy francia tábornok levele, aki azt írta a konventnek, hogy vagy küldjenek neki letemes segédcsapatokat, vagy küldjenek egy kiadást a Marseillaise-ből. Ha tehát elég buzdítónak találják Önök a következő költeményt, nyomtassák ki annyi példányban, amennyit szükségesnek fognak találni, és küldjék szét országszerte a magyar táborokba. Csatadal. Trombita harsog, dobperek. Kész a csatára a sereg. Előre. Süvít a golyó. Cseng a kar. Ez lelkesíti a magyar előre. Föl a zászlóval, magasra, egész világ hadd láthassa, előre, hadd lássák és hadd olvassák, rajta szent szó van, szabadság, előre, aki magyar, aki vitéz,
az ellenséggel szembenéz. Előre! Mindjárt vitéz, mi egy magyar. Ő s az Isten egyet akar. Előre! Véres a föld lábam alatt. Lelőtték a pajtásomat. Előre! Én sem leszek rosszabb nála. Berohanok a halálba. Előre! Ha lehull a két kezünk is, ha mindnyájan itt veszünk is, előre! Hogyha el kell veszni, nosza! Mi veszünk el? Ne a haza! Előre! És kinyomtatták? Természetesen. Szerencsés az a bentábornok, hogy ilyen tisztjei vannak, mint Petőfi Sándor és ön kedves örömei. És mi a helyzet a muszkákkal? Néhány napja a bentábornok, a cár hadseregje Pozsonyban tárgyalt a császári fővezér hadiszállásán. Nos, ami az oroszokat illeti, magam is igyekeztem értesüléseket szerezni. Néhány hete Árulában Mordvába utaztam. Árulában? Igen, tudja, régebben hosszabb ideig éltem ott a feleségemmel, vannak ott ismerőseim, de azért nem áltozó volt. És tapasztalt valami érdemlegeset? Katonai társzekerek járják a vidéket. Élelmiszert vásárolnak fel hatalmas tömegben. Ugyanezt mondják Bukovináról is. Nekem is hasonlókat jelentenek észak felől. Ezek szerint mégis több oszlopban, és nem egy tömbben fognak beadulni. Pedig bentáborok az egyes sereg stratégiája mellett volt. Így vagy úgy, de jönnek. Jönnek legalább annyira, mint a császáriak. Beszélik, hogy Paskievics tábornok lesz a fővezető. A lengyelek hóhéra, aki a szabadságharcokat levette 31-ben. Igen, minden bizonnyal ő jön Galícia felől. Erdélyt meg Lüders tábornok támadja. Ám jöjjenek! Mi nem hátrálunk meg. Törnagyi! Kinevezem önt az összes székelyföldi hadigyár igazgatójává. 60 ezer forintot azonnal kiutalok a kézivásárhelyi gyárnak. Folytassa a harcot behozalán, mint a székelyföldi hadosztály küzérparancsnoka. Védjék meg Erdélyt! Számítsat ránk, kormányzó úr! Gáborából és ágyúja fel van virágózva, indulnak már a tűzélek messze a hazába. Nehéz a rézágyú, felszántja legyek völgyet, édes rózsám a hazáért el kell válnom tőle. Megint a vásárból? Hát, már nem is kell vásárolni. Szinte minden fel lehet adni a kárút közben is. De ha baj jövő nagyon helyre, akkor biztosan. Gyűjtik a népek az élelmet háborúban. Maguk sok felé járnak. Mit látnak? Valami készül, de azt hiszem nekünk nem jó. Nem elég a német, a román, most még jön a muszka is. Ez csak szóbeszéd. Szóbeszéd, szóbeszéd, de egyre többen mondják. Jó napot, ember! Fogadósné, van váltó lovat? Siető se tudnak. Isten hozta Krisztus. Lovat, azt mondják, háborúban, reménytelen. Pedig nekem sürgősen tovább kell mennem. Várnak az ágyúi. Ágyúi? Hát kit tiszteletjük az úrban? Gábor Áron a becsületes nevem. Küzérjön önöd vagyok. Gábor Áron! Atyafia, hallják! Ő tüzes Gábor! Az ágyúi önté. A tüzér parancsnok. Igen, azt mondnék, de mondják, semmiféleképpen nem tudom itt lovat váltani. Gábor Áron, hagyd szorítsam meg a kezét! Tüzes Gábor, micsoda szerencse! Gáborra, van ló! Regényke, hallod-e? Szaladjál hozzánk, mondd meg az asszonynak, hogy én küldtelek, nyergeljétek fel a holdot, és hozd el ide a fogadóba. Siess! Holló, hallják, asszonyok, madarat akar adni az önnagyúrnak. Hova gondolk el? A lovam az, fekete, mint a holló, innen a neve. Jöjjön, pillanatig közé. Higgyék benne egy pizza volt. Köszönöm, de nem szoktam. Nagy nyilván esetleg egy kis cseridal. Ebben a nagy melegben el is fogadom. De csak a cserépkorsóban tudja adni. De hiszen minden valamire való lovat elvittek a háborúba. Hogy hogy a kendényeim is itt marad? Beteg volt, Sánta. Egy ügyetlen kovács megillatta a patáját, de most már egészséges, és az erejét is visszanyerte. Nem próbálna csalódni az úr. Nem sem jár rosszul azzal, amit itt hagyok helyette. Tulajdonképpen már jártam. Először Kolozsvárat voltam, aztán végig látogattam Nagyvárat, és számos kisebb település kipartelepeit, ahol fegyvereket gyártunk.
Végül Debrecenben voltam a kormányzónál. Kossuth Lajosnak? Igen, nálam. Meséljen már, milyen ember a kormányzó? Igen, mesélj el, maga közelről látta. Úgy van, mondja el. Én ugyancsak egyszer láttam, de csak távolról. Még tavaly ősszel állatokat hajtottunk az alföldre, és abból. Talán Szegedében volt? Toborzó beszédet tartott, és rengeteg ember hallgatta. Hogy milyen? Tekintélyes, tiszteletet parancsoló, ugyanakkor nagyon közvetlen. Ugyan katonember vagyok, de megvallom, szinte reszketlen, időn a kormányzó elnök úrhoz indultam. No, de mint féltem, hogy telt, dagadt kebellel jöttem ki kabinettjéből. És miről beszéltek? Erdélyről, hogy meg kell védenünk minden áron. Még több ágyunk el. Az ám, az ágyunk. Számodra tény, hogy hányat öntöttek már egy ágyunkat? Pontosan nem tudom, olyan 60-70-et biztosan, de lehet, hogy több. És igaz az, hogy a harangokból is öntöttek ágyunk? Bizony igaz. Sok falu tornya lett néma, pedig hamarosan félre kellene verni a harangokat, mert jön a muszka. Bizonyos ez? Bizonyos. Magam is tapasztaltam Moldvában, meg aztán Kossuth uramnak is jelentették többfele. Akkor most mit tenni? Hagyják tovább! Mindenki készüljön! Aki nem bír fegyvert fogni, menjen biztonságos helyre! Rejtsenek el mindent, semmi utánpótlást a muszkán! Aki pedig bírja még a fegyvert, ne tétovázzon! Mindenki bent táborában! Igaz, hogy Petőfi is ott van, aki ezt a talpra magyar írta? Igen, ő a tábornok számsegédje. Közben meg írja a buzdító verseket. Mi ne győznénk? Hiszben a vezérünk. A szabadság régi bajnoka. Hosszú álló fénnyel jár előttünk Osztrolenka véres csillaga. Két nemzet van egyesülve bennünk, s mi két nemzet? A lengyel és magyar. Van-e sors, amely hatalmasabb, mint e két nemzet, ha egy célt akar? Egy a célunk, a közös bilincset összetörni, melyet hordozánk. És összetörjük, esküszünk biros mélysebeidre, megcsúfolt hazánk. Mi ne győznénk, hiszben a vezérünk, a szabadság régi bajnoka. Hosszú álló fénnyel jár előttünk Osztrolenka véres csillaga. Örnök, de legényke meghozta a lovat. Mire válunk? Induljunk mi is? Nos hát akkor Isten áldja magukat. Találkozunk bent táborában. Nemzeti szép a mond kedves babám csója. Ne félj, babám, nem megyek világra, nemzetemnek vagyok a rónája. Nem kerestek engemet kötéllel, zászló alá magam csaptam én fel. Szülő hazám, te szép magyar ország, hogy ne lennék volt igaz. Jelentkezünk, tábornok! Jó, hogy jöttök, fiaim! Itten kiáltvány a kormányzótól, egy futár hozta. Csak hát én nem tudok magyarul olvasni. Olvasd el, fiaim! Fegyverre! Fegyverre minden honpolgár! Ezennel tudtul adjuk Magyarország minden lakosainak, hogy az Istentől, erkölcstől és emberiségtől elvetemedett ausztriai császár Magyarország legyilkolása véget csak ugyan nyakunkra hozzá a vad muszka seregeket. Tudtul adjuk, hogy Galíciából Árva, Sáros és Zemplén megyéken át mintegy 46 ezer főnyi muszka sereg tört be hazánkba, és folyvást ütközve elődre meg elődre nyomul. Tudtul adjuk, hogy Erdélybe is muszka seregek törtek be Bukovina és Moldva felől, kikkel seregeink már is véres csatákat hívnak. Magyarország népei, akartok-e meghalni a vadmuszkák irtó vasa alatt? Ha nem, védjétek magatokat! Akarjátok-e látni, mint tiporják a távol észak kozákjai, apáitok, feleségeitek, gyermekeitek megfertőztetett tetemeit? Ha nem, védjétek magatokat! A hazánkba betört muszkák, s az azokat behívó istentelen ausztriai császár ellen az általános keresztes népháború ezennel megkezdeti. Magyarország kormánya nevében Kossuth Lajos kormányzó. Jól mondja a kormányzó. Ferenc József a császár és Miklós a cár, a szabadság hóhérei.
Ezt a kiáltványt minden településsel ki kell függeszteni. Olvassák fel a népnek a templomokban, ugyanúgy a katonáknak a táborokban. Intézkedünk! Mit tanulmányoz tábor? A térképet, fiaim. Támadnak mindenütt, mint az ördög. Áron, fiam. És csak ezt álljad? Ez az a folyó? Igen, a fekete ügy. Itt Kökös és Uzon között, a hídon törtek át az oroszok. Kevesen voltunk, egészen Szeredáig kellett visszavonulnunk. Muszkákat felgyújták Kézdivásárhelyet, meg Sercsi Szentgyörgyöt. Áron, megsemmisült az ágy öntöde, hogy utasgyár meg a lőporban is? Bizony meg, pedig az embereim szerint négy új löveg már majdnem teljesen kész volt. Meg kell tisztítani Áron széket a muszkától. Futárt küldtem Gálezredessel, hogy szedje össze, és állítsa újra hadrend a maradék csapatát. Gyűjtsön össze csíkban mindenkit, aki él és mozog, és fegyvert bír fogni. Július 2-án támadnak. Az oroszok ennyi idő alatt nem tudják kiépíteni védállásukat. Áron, fiam, te oda mi? Irányítod a tüzérséget. Fiam, minden rajtad múlik. Jól állíts fel azokat a lőnöket. Meg lesz tábornok úr, bízhat benne. Én is, ha lehet, csak tábornok úr. Nem Sándor, fiam, te velem maradsz. Nekünk veszett fél lesz dolgunk. Áron, nézd ki, hoztam. Anna úrom, Isten szerelmére jössz, fiam. Hogy üldöttezett véde? Előtrukolja bátyám, én akartam jönni, hiszen amióta kitört a harc, nem is voltak odahaza. Megtudtam, hogy a közelben vannak, és ide jöttem. Kis boszorkám, és mondja, kis úrom, mi van otthon? Édesanyánk jól van, a férfiak meg teszik, amit kezd, de te eltűnőszak van. Gyerék, fiú! Justina, jár bízom annál, nekem mennem kell. Három bátyám, aztán vigyázzon magára. Vigyázzak! Te jóságos Isten! Te azt akarod, hogy példát mutassunk a késő utókornak. Hogyan kell meghalni annak, aki hazáját szereti? Jól van, megnyugszunk bölcs akaratodban. Adj erőt nekünk az utolsó harchoz, és engedd meg azt az egyet, hogy arca az ellenségnek fordulva halljunk meg. 1848. évben látták Indrát, az Úristen a földre. Onnan nézte egész Magyarországot, hogy csatáznak a jó magyar huszárok. Normális úr, Gálezredes jelenti, hogy megfelelő tüzérségi előkészítés után megint indították a támadást. Gábor uram jól állította fel a szüntekeket. Nagy az a baj, muszkás szövegyek. Nagyszerű. Remélem ellensúlyozni tudjuk számbeli fölényünket. Kérem Turonci uram, tartsa továbbra és a kapcsolatot a harcolókra. Igenis. Most vagy soha.
Véres zászlóidat, s elhultanak legjobbjaink a hosszú harc alatt. S annyi bal szerencse közt, oly sok viszály után, megfogyva bár, de törve nem, él nemzete hazán. S népek hazája, nagyvilág, hozzád bátran kiállt, egy ezredévi szenvedés kér éltet, vagy halál. Az nem lehet, hogy annyi szív hiába ont a vért, s keserben annyi hű kebel szakadt meg a honért. Az nem lehet, hogy ész, erő és oly szent akarat hiába sorvadozzanak egy átoksúly alatt. Míg jűni kell, míg jűni fog egy jobb kor, mely után buzgó imádság epede százezrek ajakán. Vagy jűni fog, ha jűni kell, a nagyszerű halál. Hol a temetkezés fölött egy ország térben áll. A sírt, hol nemzet süllyed el, népek veszik körül. És az ember millióinak szemében gyász könyvül. Légy híve rendületlenül hazádnak, ó magyar. Ez éltető, s ha elbukál, pontjával ezt akar. A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely. Áldjon, vagy verjen sors keze, itt élned, halnod el. Ünneplők,
március 15-e az az ünnep, amely nem hagyja érintetlenül egyetlen magyar ember szívét sem. Felkérem a magyar parlament alelnökét, Lezsák Sándor országgyűlési képviselő urat, tartsa meg ünnepi beszédét. Meghajtom fejemet a drámai történelmi eseményjáték szerzője, rendezője és a szereplőkkel. Tisztelt és kedves Csúlyos Páros, megrendítő élmény minden esztendőben, hogyha diákokat látunk, akik március idősán egy-egy jelenetet, verset, összeállítást bemutatnak, hiszen érzékeljük, hogy szerte a világban, és itt a Kárpát-medencében, történelmi hazában szinte átitatódik az újabb és újabb nemzedék etőti élményével, a szabadságharc, a forradalom élményével. Ez a nap, ez az ünnep kikezdhetetlen és sebezhetetlen. Ha van, amiben egyetért a Kárpát-medencei magyar nagyon nagy többsége, akkor Petőfi és 1848 megítélésében. Szoktam is gondolni, mondani, hogy magyar az, akinek a tatárjárás, akinek Nándorfehérvár az diadal, akinek Mohács az vész, török vész, akinek 1956. október forradalom, és aki érzékeli, értékeli, mit is jelentett a Habsburgok ellen 1848. márciusa és az azt követő hónapok. De mi is történt márciusban 170 esztendővel ezelőtt? Mi történt itt, a csólyosi világban, a párosi világban? Az emberek élték mindennapos életüket. Állatokkal foglalkoztak, földet műveltek, kézművesek voltak, és nyilván voltak, akik éppen a pest-budai vásárban voltak fent, és vittek terményt, hajtottak föl állatot. De úgy is élték az életüket, hogy, és kigyűjtöttem, hogy ezekben a napokban, a szabadságharc kezdeti időszakában született Gál Péter és Boda Zsuzsanna fia József. A keresztanya Dávid Rozália volt, és ekkor született Tóth József és Veskei Rozália lánya Erzsébet, keresztszülei Olló István és Kovács Erzsébet voltak. Pásztor Gábor és Balogh Katalin fia István, keresztülei Fekecsi János és Szabó Borbála voltak. Ekkoriban vette el Leocki András, 20 éves szamki ifjú Dávid Rozáliát, a násznagyok Kazsányi János, illetve Dávid Mihály és Kun Rózsa voltak. Sorolhatnám tovább a neveket, és nyilván ülnek itt, akik talán családi nevükre, vagy éppen dédszülőre gondolhatnak most, vagy ükszülőre, vagy szépszülőre gondolhatnak most. De úgy gondolom, hogy ezzel hajtsuk meg fejünket előttünk, azok előtt, akik itt éltek 170 esztendővel ezelőtt. És azt követő napokban, március 20-a táján jöttek meg a vásárból, és a vásárhozók hozták magukkal Landerer és Sekenes Honda előtt kapott 12 pontot
nemzeti dalt, és bár nem volt internet, nem volt wifi, meg Facebook, de nagyon gyorsan terjedt a híre, éppen így, ilyen formán. A nemzeti dalnak és a 12 pontnak, amely rögzíti azt a politikai programot, amelyben nagy közmegegyezés volt ekkoriban. Mi történt 170 esztendővel ezelőtt Pest-Budán? Az ebédszünet után, amikor hazamentek és ebédeltek a forradalmárok, a tömeg, vagy pedig éppen a vásározók bicskával szeltek kenyeret, szalonnát, hagymát. Ezt követően közöttük, körülöttük, Pest-Budán mentek a hírek, szabadítsuk ki Táncsicsot a börtönéből. Kifogták a lovas kocsiból a lovat, és úgy úszták, mondták és mutatták, és valahol érezte tőnek, hogy valamit tud tenni ezen a napon, hiszen ellenállása nem volt ennek a forradalmas napnak. És ezt követően pedig a Nemzeti Színház, ahol követeléssel a bánt-bánt kezdték volna el, azonban a tömeg beáradt a színházba, és egy forradalmas ünnepi est lett. Nemzeti dallal a 12 ponta, és ekkor történt, lányok figyelem, fiúk figyelem, hogy Laborfalvi Róza szájon csókolta Jókai Mort, aki úgy beleszerelmesedett Laborfalvi Rózába, az ünnepelt színésznőbe, hogy aztán még Petőfi indulatos haragja ellenére is vállalta Laborfalvi Rózát, aki egyébként hűséges magat Jókaihoz, és valóban a szabadságharc bukása után mentette, rejtette, segítette. Történt más is, mámoros este éjszaka lehetett, hiszen önök Petőfi napja, győzedelmes nagynak. Jó néhány nap, hónap múlva, december 15-én Petőfi édesanyja azt mondja fiának, Sándor, Sándor, szép nap lehetett ez a március 15? Miért? Kérdezi Petőfi. Hát hogy is van? Mondja az édesanyja. Április 15, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november, december. Éppen 9 hónapra született meg Zoltánka Petőfi és Szemlei Júlia gyermeke. Sok-sok olyan kis történés rejt ez a 48-49, amit ott az iskolában a gyerekeknek nekünk kötelességünk és lehetőségünk úgy átitatni tudatukban, hogy az erőforrás legyen a nehéz időben is. Mert nehéz időkben vagyunk, nehéz idők előtt állunk. Hiszen egy olyan fenyegető időszak, amelyben újra függetlenségünket, szabadságunkat kell megvédeni. Amikor énekeltük együtt a székely himnusz, azt a sort zengtük valamennyien, hogy ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk, abba oda kell értenünk, hogy ne hagyd elveszni Kárpátalját, Felvidéket, Délvidéket, de ne hagyd elveszni Somogyországot, ne hagyd elveszni Szabolcsot, és ne hagyd elveszni édes Istenünk, Csólyos Pálos. Isten segítsen valamennyit.
Köszönjük szépen alelnök úr gondolatait, szavait. Most pedig ünnepségünket egy másik színhelyen folytatjuk. Megkérem az ünneplő közönséget, hogy a fáklyát vívő gyerekek mögé sorakozva vonuljunk át együtt a koszorúzás helyszínére, az önkormányzat épülete előtti téren lévő kopjafához. Várunk oda mindenkit szeretettel. Alakjait szemlélve, egy kivételes kor rendkívüli hősei állnak előttünk. 170 év távlatából már-már felfoghatatlannak tűnik számunkra a szabadság és a haza iránti szeretetnek az a foka, amellyel önzetlenül egyéni jólétüket, életüket áldozták fel. Csak a legnagyobb tisztelettel és csodálattal tekinthetünk rájuk, ragyogó példájukkal, szavaikkal, sorsukkal nekünk üzennek. Koszorúkkal emlékezünk, a koszorúzás következik. Koszorút helyez el Lezsák Sándor, Csólyospálos község országgyűlési képviselője, a Magyar Parlament alelnöke. Bács-Kiskun megyei közgyűlés nevében Lenkei Róbert, a közgyűlés tagja helyezi el a koszorút. Csólyospálos önkormányzatát képviselve helyezel koszorút Áfórus János polgármester úr és Túri Zoltánné képviselőasszony. Csólyospálosi általános iskola koszorúját Juhászné Szekeres Ildikó tanárnő és Zsemberiné Kocsis Zsuzsanna, a szülői szervezet elnöke helyezi el. Csólyospálosi 1809-es számú Boldog Özséb cserkész csapat nevében Salamon Szilvia, a cserkész csapat parancsnoka és Cifrik Ágnes cserkész helyez el koszorút. Az első osztályos gyermekeket, hogy a kopjafa körül helyezzék el saját kézzel készített nemzeti színű virágokat és madárkákat.